és nagyon-nagyon szóval esküszöm könyvsököt a szemembe, így föltettem ezt a levelet, és 10 perc múlva elkezdtem a kicsegni Szédületes volt. Nem lehetett könnyű aludni utána. Sok pittyegéstől nem lehetett könnyű elaludni. Hát nem volt könnyű elaludni. De tényleg is volt, hogy nem volt könnyű elaludni. Nagyon megható volt. És még mindig az, ez nem fog elmúlni, azt gondolom. Szóval nagy szeretettel köszöntelek benneteket, illetve önöket. És nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégeinket, Simko Evitet. Tapsot kérlek. És az est házigazdáját, Jani Balázst. A zongorát sajnos nem tudtuk felhangoltatni most erre az alkalomra. Körülbelül egy hónapja volt, nézzétek el nekünk, hogy a picit hamis hangok is jönnek majd. Tehát, hogy ez nem Balázson múlik. Ezt én akartam elmondani. Bocsánat, majd el fogom mondani még egyszer. Akkor Balázs, parancsolj. Nagyon szépen. Rendszerint a Laci megható bevezetője után nem szoktam beszélni, de most el kell mondanom, hogy az Esti Csend című előadás sorozat zenei textúrája az én Csend című lemezem anyagából áll, és ezért nekem nagyon rosszul esik ez a Csend nem rend szlogen. Mert azt gondolom, hogy a csend a létező legősibb, legtermészetesebb harmónia. És pont azért adtam a lemeznek azt a címet, hogy csend, mert nagyon fontos, nagyon, nagyon szép, nagyon tartalmas, nagyon izgalmas, nagyon sokat ígérő csendek vannak a világban. És nem csak az a csend, ami most bennünket körülvesz, és ami a hallgatásnak, az arroganciának, a cinizmusnak és a többi ember, a nem tudom, az egész társadalom lenézésének a csendje. És ezért mielőtt eljátszanám a nyitányt, a lemez címadó dalát, a csendet, szeretnék felolvasni pár mondatot, amit ezelőtt már 10 évvel írtam, de valahogy minden szöveg, amit írunk és amit összerakunk, valahogy mindig egyre aktuálisabb, egyre fontosabb, egyre több jelentőségtartalommal, egyre több réteggel bír. Csend a lelke mindennek. A végtelen csend mélyében ott szunnyad, lapul, pihen minden lehetséges hang és harmónia, ott remeg a világ minden hangja. Ahogy az üres vászon is tartalmaz minden képet, amit valaha festettek, vagy majd a festenek. Amint megteszed az első ecsetvonást, a végtelen lehetőségek elillannak. Már nem születhet meg a világ legragyogóbb képe, csak az, amire te magad vagy képes. A csend végtelen, minden hang véges. A zene, az ember, a beszédnél is ősibb kifejezési formája, a legmagasabb rendű hallható harmónia. Nem közvetlen információ, hanem az érzelmek közvetítésének médiuma. A zene elképzelhetetlen, még oly ösztönös érzelmek nélkül. Befogadásának feltétele a minél fejlettebb érzelmi intelligencia. A zene az empátia művészete, hogy hatni tudjon, hogy érzékeljük, felfogjuk a zene üzenetét, külső és belső csendre van szükségünk. Ez nem az otthoni csend. A hallás képességére. Akinek füle van, hallja meg. De nem csak belső csend, belső harmónia, másképpen belső rend kell. A bensőnk rezonál a hallottakra, így tudunk a zenéből minél többet magunkévá tenni. A csend, a zaj, a zene csak a hallgató számára jelent valamit. Van, akit nem zavar a zaj, sőt, élvezi, előidézi, és van, aki nem érzékeli, értékeli a csendet, nem tud lecsendesülni, és van, aki nem hallja a zenét.
harmonikus zaj nincs. A zaj agresszív, támadó, rombol. Eláraszt, elnyom mindent. A zajban nem hallható a zene, nem érthető a beszéd. Ezért is fontos a csend. A zaj mesterséges, az emberi én gonosz fele. A civilizáció végterméke. A zaj a káosz hangja. Lehalkíthatjuk-e, elcsendesíthetjük-e a zajt? És ezért nagyon érzékeny nekem most ez a csend nem rendben. Hiszen most a zajt kell lecsendesítenünk, de hát mi ez a csend? Nagyon nehéz, hát a forra ez. Nagyon más ez az üzenet, mint amit én szeretnék. Tehát lehalkíthatjuk, elcsendesíthetjük-e a zajt, hogy megszólaljon a zene? Ha úgy képzeljük, hogy a világ egy nagy csend, amit az ember igyekszik megtörni, akkor én ezzel a dallal szeretném ezt megtenni. Most ereszkedjünk vissza a közélet purgatóriumába. A közoktatás lecsapolandó mocsarába. Hogy van ez most az új divatos? Hölgyeim és uraim, nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Edit elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a nyitott műhelyben, mert úgy gondolom, hogy a mi esti csendsorozatunkat, és hát a nyitott műhelyt is, a vendégeink neve fényjelzi. És az a fajta hétköznapi hősnő, amit én Editben látok, az a mostani hétköznapjainkban mindennél fontosabbnak tűnik. Nem szeretném ezt túl patetikusnak, meg túl, nem tudom, gicsesnek, hogy mondjam. Szóval már banálisnak megfogalmazni, de mégiscsak azt érzem,
nap mint nap, minden egyes pillanatban, ahogy a Facebookot kinyitom, ahogy olvasom, ahogy a televíziót, ahogy a barátaimmal beszélgetek, ahogy egyáltalán körülnézek, hogy ma ebben az országban, ahol élünk, a saját identitásunk válik a legfontosabbá és a leghangsúlyosabbá. Ezért nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, nekem megtisztelő a meghívás, és szeretettel köszöntök mindenkit. És szeretném Editnek átadni a szót. Én úgy gondolom, hogy ő neki sokkal fontosabb és sokkal hitelesebb mondani valója van arról, amiről én csak úgy gondolom, hogy alakítgatni meg formálni kell. Én visszacsatolnék mindjárt a csendhez, jó? Hogy ez miért nem rend? Én zajos helyen dolgozom, pedagógus vagyok, és ott tudjuk jól, hogy ha nagy a csend, akkor nagyon gyanús valami. Tehát ha a gyerekek csendben vannak, akkor ott valami nagyon nem stimmel, nagyon figyelni kell, pláne ezt felület nélkül teszik. Ez az egyik, a másik pedig tudom, hogy idézni pontosan kell, de mikor felolvasod az írásod és zenélni kezdtél, nekem egy Lorca vers jutott eszembe. Most kérek elnézést, tényleg lehet, hogy nem fogom pontosan mondani, hogy úgy van valahogy, hogy ó, jaj, uram a csendek. Hullámzón ringva lengenek a csendek, hegyek és ekhók belegörögnek, s lehorgad a homlok is le a földnek. A mi csendünk, amire kényszerítel akarnak, az most ilyen. És akkor ehhez jön a fiú hangja, elveszett, ellopta a tücsök király, elveszett hangját a kisgyerek, vízcsebben is kereste már, nem arra kell, hogy szóljak én, egy ötvös majd gyűrűt csinál belőle, s kis ujjamon a csend harsányan felkiált. Azt hiszem, hogy ezért fontos a mi csendünket megtörni, ami az oktatásban van. És még egyszer elnézést kérek, mert biztos, hogy pontatlanul néztem, érzem, de most hirtelen jutott eszembe, és így nem tudtam utána nézni. Nekem kicsit furcsa hőstőnek lenni, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kellett volna tenni februárban, amit tettem. Mikor elkezdte a Szent István gimi a polgári engedetlenséget, akkor én is bejelentkeztem a főnökömnél, hogy másnap én is polgári engedetlen leszek. És nem értem, hogy miért nem mindenki ezt tette. Én azt gondolom, hogy állampolgári kötelességünk lett volna abban a pillanatban belátni azt, hogy az alapjogainkban minket megsértettek. Azzal, hogy még a tiltakozás jogát is elvették, hogy csendre akarnak minket kényszeríteni. Általában humorizálni rengeteget szoktam. Én, ha humoromnál vagyok, akkor könnyebben tudok higgadtan gondolkodni, hogy egy Gulyás Gertrúd és ezt képviseli. De az a helyzet, hogy tegnap óta nagyon komolyan küzdök a humoromért. Mert tegnap a kollégáim belementek egy olyan aljas színjátékba, amiről tudható volt, hogy egy aljas színjáték lesz, és semmi több. Ettől függetlenül nem akarom azt mondani, mert már többen rám írtak, és mondták, hogy igen, jogos, most akkor mondjad, az ugye én megmondtam, és én nem vagyok hajlandó ezt leírni, hogy ugye én megmondtam, mert semmi értelmét nem látom, hogy további lelkismert furdalást keltsünk, és szégyent bárkiben, hanem azt gondolom, hogy egy, vissza kell nyerni a humoromat, mert addig nem tudok keserűség nélkül gondolkodni. Kettő pedig a következő lépéseken kell, az újabb stratégián gondolkodni, hogy mit lehet csinálni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Nekem már régi tervem, de félbehagytam, és hagytam lassan érlelődni azt, hogy a lemondásainkat, mert ugye mi alkalmazottak vagyunk, mi lemondunk, nem felmondunk, hogy a lemondásainkat összegyűjtsük és letétbe rakjuk, mint hogy az orvosoknál rezisztenseknek sikerült, ezzel próbálom, a Müller Cecília azok, amikor így beszélek, ezt fogom majd mondani. Tehát a rezidensek, amikor összeszedik, ők más jogi környezetben vannak, mint a pedagógusok, és nekik egészen másnak kell megfelelni ahhoz, hogy létre tudták hozni ezt az akciójukat. És nekünk nagyon nehéz ezt megoldani jogilag. És az a problémám, és egyre inkább ezt érzem, hogy itt van a jog, itt a morál, a kettő között egy irdatlan nagy szakadék, és egyre jobban elkezdett rohadtul nem érdekelni a jog. Tehát most már nekem nem mondják meg, ezek a jogok már nagyon nem okék. Egy nagyon-nagyon kedves kollégám, akit én nagyon szeretek, sokszor szoktam mondani, mikor én Hitlerrel példálózom, hogy ne essek már túlzásokba, mert ugye mindig ez a kulcsmondat, hogy Hitler mindent jogszerűen tett.
hogy én nem eshetek túlzásra, vagy itt még ilyen nincs, és akkor azt mondom, hogy menjen egy kicsit távolabb Budapesttől, és nézze meg a szegregátumokat, a leszakadt településeket, ahol lényegében gyerekeket leszakítanak a társadalomról, és egyértelműen őket tanulatlanná, tudatlanná, munkaerőpiacra alkalmatlanná, tehát mély szegénységbe szorítják, és csak veszni hagyják. És ez már igenis arról szól, ha akarjuk tudomásul venni, ha nem. Ennek örömére most én is felolvasok egy írást, nem saját, illetve saját, de Adi volt a példaképem. Amikor írtam, akkor még sok minden másképp volt, mint ahogy most van. Az Őskaját írtam át, mert én azt a verset dacból tanultam meg. Egyébként én nagyon dacos vagyok, mert gyerekkori vonásom. És én így lázadtam gyerekkoromban, hogy például dacból azért is az Őskaján tanultam meg, mert valami rövid és nem túl jelentős adi verset kellett volna helyette, és én nem voltam hajlandó tudomásul venni a tanárom akaratát. Úgyhogy komoly hibák vannak nálam biztosan. Milyen szóval. A szövegből ki fog derülni, hogy ez még a választások előtt készült ez a költemény, és még nagyon jelentős változás, hogy közben már nem mondhatom el azóta, hogy van egy anyám, aki beteg, mert más sem meghallgatott. Ez egy Facebook poszt volt. Adi után szabadon az Őskaján. A politika olyan, mint a költészet. Holnap lesz a Magyar Kultúra napja. Hát jó. OV provokálta, ugyanis ő mondta, hogy a politika olyan, mint a költészet. Tehát OV produkálta, fogjátok meg a sörömet. Adi Endre az Őskaján, természetesen kajánul és nagyon szabadon. Csontos Farháton jött keletről, bár nyugatos volt hajdanán. Jött bepálinkázva, demagógként, ígéretekkel hamisan és ránk telepedett Orbán. 12 éve fülünkben ótáz. Hazudozik, s én hallgatom. Lehetőségek hosszú sorban suhantak el, s még félszegen kibámulunk az ablakon. Az ország vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen. És az elképzelt, várt jövendő, eltávolodik hasztalan, s Orbánunk kajánul nevet. Én csalódottan ironizálok. Az ő arcán groteszk vigyor. Feszület, két gyertya, hazugság. Nagy álszentség, ez végtelen. És a hírekhez nincs már gyomor. A rendszerváltás kezdete óta Orbán pozíciókat keres. A hatalom számára az öröm, s körötte vannak cimborák, s lábunkon álló gyerekek. Miket épített? Van kisvasút, stadion számos, udvarház, gyenge, de drága focitorna, korrupt káderek, segnyalók, és végül a hatósági ár. Miniszter úr, pici diktátor, bocsáss már, elég ez nekem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, a sok lopás. Uram, sok volt a türelmem. Nyögve mutatom tanárlétem, fáradó lelkem, de ő kacag. Röhögve fosztja ki az embert, intse őt bárki és bárhol. Ez lett 12 év alatt. Uram, menj foci viadalra, neked csak ilyen az öröm. Pálinka, szotyi, ez az érték. Kezed inkább egy rossz csülök, nem büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög. Termő, gazdag volt. Miért loptad el a nagy jövő biztatásod? Mit ér a morál áldozás? Mit jelent a szó ma? Magyar. Uram, én pedagógus vagyok. Kihasznált, de gerincem erős. Miért higgyek tovább rogyásig? Pénzem nincs, de vesztesen vagyok. Erőm felhorgad, megtudod. Uram, van egy anyám, nagybeteg. Van egy lányom, csodás gyerekem. Van sok nagy reményű diákom, ez az erőm. Vagyunk sokan. Mit velünk tettél, a förtelem? Volna talán egy-két vágyunk is, egy-két tervünk. Nyugi, nem hatalom. Lehet békében is létezni, lehet nyugton élni hagyni. Az élet ős vigadalom. Uram, menj már a bús homályba. Hiteled nincs, hazug szívű. A kormány ma a biztos romlás. Ne hazudj, ne lop, ne szivass. Uram, mi többet nem hiszünk. Van csömörünk, nagy irtózásunk, mert beteg korrupt csaló vagy. Utolszól kérem békességhez.
Vékességgel, földhöz vágom a poharam. Uram, jobb, ha feladod magad. És már látom, fut a propaganda, óriás plakát pénzözön, lesz majd csalás a választáson, karaktergyilkosság, zsarolás. De végül ez nem lesz számodra öröm. Szállj nyugatról vissza keletre, mentsen meg téged a türk tanács. Mi felsóhajtunk és újra kezdjük. Hát, ha végre összejön egy igazi rendszerváltozás. Most van az, hogy én mindig abban hittem, hogy a zene a szövegeinket, a világunkat nemesebbé, élhetőbbé teszi. Most azt érzem, hogy ami ebben a versben van, az én zenémet teszi tönkre. Drámai érzés, és igen, mintha fogytán lenne az erőnk. Idáig úgy gondoltam, hogy a zenével, meg a kultúrával, meg az intelligenciával, a tudással, a műveltséggel, a szellemi képességekkel, észképességekkel, ahogy Bartók mondja, ezt úgy át lehet vészelni. De mintha egyre kevésbé tudnék hinni benne. Thank you.
Első emigrációról és kulturáról lányommal beszélgettünk, és mondtam neki, hogy azért Frodónak is borzasztó nehéz lehetett, mikor ezt a gyűrűt cipelnie kellett. Nagyon szerettük ezt a regényt, és ezt szeretjük még most is. És ott hogy lehetünk-e hobbitok, visszavonulhatunk-e, létezik-e belső emigráció, tehát szabad-e hagyni, vagy meddig kötelességünk nem hagyni. Szintén nagyon szeretett már emlegetett kollégámnak, hivatkoztam arra a hitleres hasonlatomnál, hogy nem éreztük nyáron, mikor van az a nap, amikor a földet elkezdtük kihasználni. Tehát nem érezzük sokszor azt, hogy mikortól lesz visszafordíthatatlan valami. És szerintem ezért nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy abban a pillanatban, hogy érzékeljük, hogy probléma van, akkor ne szóljunk, hogy ha-hó emberek, baj van, és ezt egész lényünkkel képviseljük. Tehát úgy gondolom, hogy ez ezért fontos, mert muszáj. Tehát nem mondhatom, hogy nem vonulhatok vissza középföldére, Hobbit falvára, és akkor majd lesz valahogy. Mert előbb-utóbb akkor engem is el fognak sodorni. És akkor mesél a Gertrude-ról, inkább az jobb, jó? Most azt hiszem, a sokkal izgalmasabb dolog, hogy született Gertrude. És akkor ide jön a Residence Resistance. Ugye a problematika, amit most így köszönöm szépen, eltévesztettem, az köszönöm. Mert hogy volt ugye ez a hatalmas nagy COVID-járvány, amikor minket karanténbe tettek, és egészen furcsa dolgokat kezdett a kormány csinálni, rendeleti kormányzási járványhelyzetre hivatkozva, és vészhelyzetünk volt, és ekkor indultak el ezek az éjszaka született ilyen törvények, bármilyen okból köze nem volt semmilyen járványügyi kérdéshez, és hát nem is igen értettük, hogy ezt most miért, meg hogy lehet, meg akkor volt az, hogy péntek reggel elhangzott, hogy a tanárok nem kapnak fizetést, hogyha nem dolgoznak, majd este 10-kor bejelentették, hogy hétfőn, pénteken vagyunk, hétfőn nekünk el kell kezdeni online oktatni, mindezt úgy, hogy semmi, lényegében semmi nem volt hozzá. Egy tankönyvhöz lehetett volna nyúlni, a mozaikosoknak nagyon sok tananyaga volt digitális, tehát azzal egész jól lehetett volna működni, abban az esetben, ha ez nem azon a listán van, ami nem ingyen tankönyv, ugye, mert ők nem kerültek bele a kegyek közé, és így az ingyen tankönyv, amit így tisztázunk, hogy nem ingyen tankönyv, hanem ingyen kölcsönözhető tankönyv, mert vissza kell adni a gyerekeknek ezt évvégén, és ha túl sok beírás van, meg aláhúzogatás benne, akkor ki kell fizetniük, és akkor az ővék lehet, de nem ingyen. Tehát ez is egy ilyen tisztázandó, nagyon apró. Ezek már csak nüanszkák tényleg, és még tudnék számtalan nüanszkát mondani, amivel így az embernek egyre jobban elvették a türelmét. És ebben az időszakban Müller Cecília volt az, aki járványügyben felszólalt, és hát nem volt egészen birtokában a magyar nyelvnek, bár mégis szóvivő lett belőle, és annyi nyelvhelyességi hibát ejtett, hogy én akkor
írtam először egy levelet Müller Ceciliának, drága Cecil megszólítással, és minden szót kicsavartam, és akkor jöttek ezek a szóferdítések, hogy ő egy igazi poliészter, és nem poliészter. És hogy így, tehát hogy, és olyan levelet pont nem hoztam most, de hogy szánszándékoltan rámentem erre a direkt szócserékre. És hát így most rágondolva, hogy azonnal a sors megbüntetett, hogy tiszteletlen voltam a nemzet nagymamájával, mert hiszen ugye ezt a karaktert próbálta képviselni, hogy sérthetetlen legyen, és senki nem merje kritizálni. Egy Dion balladát is átírtam neki, most szerintem azt sem hoztam magammal, mert nem erről akartam, és akkor így írtam a leveleimet, és akkor kezdtek ezek népszerűek lenni. Aztán utána elérkezett az évvége, akkor kiírt a kormány egy pályázatot a pedagógusoknak, oklevélért lehetett a fejlesztett digitális anyagaikat leadni. Ők viszont nagyon komoly jutalmakat osztottak ki egymásnak, hogy ők mennyit fejlesztettek, hogy a digitális oktatás létrejöjjön, ott úgy minisztériumi berken belül ott Maruzsa Zoltáné. És nekünk lehetett okleveleket, oklevélért cserébe leadni az összes anyagunkat ingyen és bérményt, megmondták, hogy hova tölthetjük föl, és akkor milyen jó nagy tudásház lesz ott. Ekkor írtam én a groteszk pályázataimat, ami kezdetben megzavart sok kollégát. Azt hitték, hogy ez tényleg. Tehát valóban ilyet írnak ki, és a pályázat díjazása ilyen matrica bélyegrendszer szerint, hogy össze kell gyűjteni, nem tudom mennyit, akkor kap, nem tudom milyen oklevelet, már nem emlékszem. És a fődíj, a szignetta, a kupakos fajta, ezt nekem egy nagyon kedves barátom varta, ezt a szignetta tartós táskát. És ugye szignetta, kupakos fajta, Gertrudnak a haja is ez, mert ez volt a legolcsóbbtól régen. És mikor szoktak minket vádolni azzal, hogy Gyurcsány idején bezzeg nem mentünk sztrájkolni, akkor visszautalok a szignettával arra, mert ez onnan poén, hogy nagyon-nagyon régen volt nekünk ruhapénzünk, meg íróeszközpénzünk. Aztán elkezdték csökkentgetni, a ruhapénz az akkor szűnt meg, mikor körülbelül egy fél blúzra elegendő pénzt kaptunk két évre, és akkor utána megszüntették, érezték, hogy ez nevetséges, és az írószerpénz az pedig elérkezett oda, hogy egy szignettát akkor a legolcsóbbtól volt, egy szignettát vehettünk volna rajta, és így jött be ez a groteszk pályázatokkal. És utána annyira belejöttem ezeknek az írásába, hogy elkezdtem leveleket írogatni. Elolvasok egy levelet, jó? Lehet az elsőt kéne, amit megírtam az én drága miniszteremnek. Pedagógusként azt olvasom, azt hiszem. Lehet, hogy nem nyomtattam ki, akkor viszont nem tudjuk. De nem persze rá. Kásler Pintér, van itt mindenki. Tehát az első Gertrud levél, ami még nem Gertrud néven futott, tehát ott még nem jött meg ez a név, ahhoz az kellett, hogy Gulyás Gergely mondjon egy újabb valami agyfakasztó borzadást, és akkor lett Gulyás Gertrud a leveleknek a címszereplő. Itt majd a búcsúzásnál hallható, hogy még nem tudtam eldönteni, hogy kit szemeljek ki áldozatnak. Ez egyébként 2021. 7. hóban született levél. De itt már Gertrud körvonalazódott erősen. Tisztelt miniszterelnököm! Nagy tisztelettel ölelném, és meg is teszem, ha egyszer ellátogat a mi iskolánkba is, és megengedi, hogy ne csak a kisdedeket engedjük az ön közelébe. Addig itt a nyári szabadságom idején a rám bízott táborozó gyerekekkel emotikon koszorúkat készítünk az ön dicső királyokhoz mérhető fejére. Nagyon örülök, hogy hírét vettem a lehallgatásoknak. Én azóta a telefonommal alszom, epedve várom, hogy egyszer beleszóljon, és bölcs szavai fülembe suttogja, és én boldogan válaszolhassa. Mivel ez eddig nem történt meg, leírom fontos gondolataimat önnek, mert sok gyanús eset történt az utóbbi időben, aggasztó tendenciát vélek fölfedezni. Mindjárt itt van Zolika a 7. D-ből. Hányós emotikonokkal csinálta a koszorút. Mi lehet ezeknél otthon? Csatoltan küldtem a szülők minden elérhetőségét. Aztán itt van az egyik legnagyobb fertő, a farsang.
Petike például az első B-ből dinoszaurusznak öltözött, és ennek hatására Krisztike és Dezsőke sírni kezdtek, hogy ők is dinók akarnak lenni. Délután hallotta a napközis kollega, ahogy a kedves szülők ebbe is beleegyeztek. Szerintem a szülők sem egészen kompetensek a gyerekek átalakító műtéteivel kapcsolatban. A negyedike Zsófika szuperhős volt. A papája nagy kalapácsát, illetve annak kartonból készült replikáját lengette, és azt mondta ő Thor. Hogy micsoda? Mennyivel megnyugtatóbb lett volna, ha macskanő akar lenni, mondjuk szegénykém allergiás a szőrre, na de akkor is Thor egy férfi. Zsófikát mostantól Zsoltikának kell majd hívni. Legyünk résen. Azután itt vannak a kollégáim, figyelem őket. Ők is beöltöznek. Az egyik tavaly hippi volt, mert erről tanított a nyolcadikosoknak, érti ezt? Felháborodásomra megmutatta, hogy a kötelező ingyenes állami tankönyvben is téma. Drága miniszterelnökünk, lehet, a körmükre kell nézni a tankönyvíróknak is. Ez talán egy szabotás akció az LMBTQ lobbitól. Jaj, nagyon félek tőlük. Még sosem találkoztam velük. Nagy csatára készülök ellenük, ha megérem még a pályámon a támadásukat. 16 év múlva nyugdíjba megyek. Szóval ez a kolléganő nem átalotta a Facebookra profilképként kitenni magát jelmezben. Szerencsére jó érzésű emberek azonnal jelezték, hogy milyen változatos módon kéne megölni az ilyet. Kíváncsi vagyok a párjára. Meg a gyerekei mit szólnak majd, ha megtudják róla a kommentekből, hogy leszbikus, meg férfinek képzeli magát, mert idén még Legolasz is volt a hosszú szőkehaja miatt. Ekkora csalódás lesz, ha megtudják, kivel élnek egy fedél alatt. Rozi nénivel, az ifjú kolléganővel is vannak bajok. Segített a harmadikos Gézukának jelmezbe öltözni, és döbbenten látta a gyerek hátán a hurkákat. Ahelyett, hogy elfordította volna a fejét, odajött hozzám, hogy megkérdez, mi a teendő, mert ezt a gyereket bottal verik. Hát milyen ostoba. Jó, hát kezdő. Gézukát szíjjal szokta verni az apukája, de csak ha részeg. Megszoktuk, már 3 éve ide jár. Az anyukája is rendszeresen napszemüvegben van, de ezt oldják meg ők, ez családi belügy. Meg különben is, kinek van ideje jelentéseket írogatni a semmibe. Amikor fontosabb dolgunk is van, például felvenni a harcot Brüsszellel és berendezkedni a migránsok bevonulása ellen. Igen, a migránsok kérdése égető, mert jönnek és megerőszakolhatnak minket. Beleborzongok a gondolatba. És akkor szexuális felvilágosítás a gyerekeknek? Persze, ott majd felvilágosítás helyett propagandát csinálnak. És 8. végén kimegy ez a sok kis buzi. Bocsánat, elragadtattam magam. Krisztikének a 8. ebből már 2-szer volt abortusza. Őt hova világosítsuk már, hogy még több szerencsétlen kisfeleket öljön meg, tudjon meg még többet az élvezkedésről? A nagybátyja szokott rá vigyázni, míg a szülei dolgoznak. Persze Krisztike nem szereti, hálátlan gyerek, mert biztosan tanulnia kell, és nem csavaroghat. Hát így is búdácsol. Fejlesztő pedagógus kellene neki. De évek óta nincs. Meg minek is. A reálos órákon gyermekmegőrzés van, mert nincs elég szaktanár. Helyettesítünk, de mindezt örömmel, hiszen nekünk nem szakmánk, hanem hivatásunk van. Ingyen is dolgoznánk szívesen. Én lelkesen fejlesztem a tananyagot is. Küldöm is mindig az ekrétán keresztül, mikor éppen működik. Olyan jó, hogy még fizetnünk sem kell érte. A relációs jeleket, talán még emlékszik rájuk, összemondtam a történelemmel, hát így szaktanát is spórolhatunk. Például Orbán Viktor nagyobb, zárójel, Széchenyi István plusz Széchenyi Ferenc, Kossuth Lajos, zárójel bezárva. Már alig várom, hogy 60 puszta elkészüljön, és aktuális osztályaimmal körbeutazhassuk kis vasúttal. Olyan csodálatos, hogy ilyen terveket is szövegethetek. Ön a távlatot, rövid, közép és hosszú távon is. Drága miniszterelnököm, mindig nagyon örülök iránymutatásainak, szorgalmasan töltögetem a konzultációs kérdőíveket, sőt, összegyűjtem és kitöltöm azokét is, akik elfelejtették, és kijavítom azokét, akik rosszul csinálták. A közelgő népszavazást különösen várom, hisz a benne lévő kérdések országunk sorsát határozzák meg. Nincs család, akiket ne érintenének közvetlenül a nem átalakítások. Ez a gender bűne. Neki is a körmére kell nézni. Remélem, őt is lehallgatják.
Szerintem ő áll a soros háta mögött. Drága Orbán Viktor, engedje meg, hogy így írjam. Drága Viktorom, áldja meg az Isten. Tisztelettel csókolom kezeit. Varga Novák, Rács Zsófia, Júlia Katalin, OK és pedagógus. Voltam a soros listán és a figyelő soros listáján is, úgyhogy itten vannak. Engem már lehallgatni is felesleges. Hanem, hogy azt akarom mondani, hogy én ezt olvastam annak idején is, és akkor nagyon jókat nevettem. És most már nem annyira nevetek, és nem annyira tudom megőrizni a humorérzékemet. És az azért, ugye nagyon hasonló helyzetben vannak a zenészek és a pedagógusok, meg egyébként mindenki más is, csak ugye most mi ketten zenészeket és pedagógusokat, vagy pedagógusokat, zenészeket képviselünk. Az a különbség, ugye beszélgetünk erről, hogy mondjuk a zenészek fölött nincs klik, de van, igen, Demeter Szilárdnak hasonló intézmények, és tényleg nagyon komoly egzisztenciális fenyegetés van, miközben a zenész társadalom azért alapvetően boldog és nagyszerűen tapiskol ebben a lecsapolandó mocsárban. És én nagyon-nagyon meg vagyok lepődve, amit szintén beszélgettünk, hogy ahogy a pedagógusoknál sem egyértelmű mindenkinek, hogy milyen helyzetbe kerültek, és hogy mennyire megalázó és mennyire kilátástalan már lassan ez a szituáció. Ugye a zenészeknél természetesen könnyebb, mert vannak valódi haszonélvezői ennek a rendszernek. Mondjuk van, akinek a 20 forint is már komoly haszonélvezet, de hát van, akinek 10-20-50, nem tudom, milliók vagy milliárdok. És nagyon nehezemre esik
megérteni ezt a nagyon provinciális, nagyon rövid látószöget. És hogy nem beszélek a levegőben, én is akkor szeretnék felolvasni egy szöveget, amit annak idején még viccesnek gondoltam, bár nekem konkrétan egzisztenciális, komoly egzisztenciális veszteséget jelentett, de amikor leírtam, akkor még úgy nevetgélni próbáltam. És amikor ma délután, amikor készültem az eladásra, elővettem és gondoltam, hogy majd két könnyedébb hangot, akkor aztán elolvastam, és abszolút nem tűnt viccesnek egyáltalán. Most felolvasom, és akkor majd eldöntjük, hogy vicces vagy sem, jó? Amíg előszedett, pont egy Demeter Szilárd levelet készítettem, de én is, tehát nagyon egy sófra jár az agyom. Hát nem tud máshogy. Miniszteri keret. Egy történetbe foglalni a miniszteri keret, a szandi és az émelygés szavakat, másképpen a történelemhez fűződő személyes viszony. Az émelygés helyett eredetileg hány ingert írtam volna, de végül is itt csak egy milliócskáról volna szó. Mit írnánk akkor az 5-10 milliós vagy több miniszteri ajándékokhoz? Amikor én ezt írtam, akkor kapott Szandi 1 millió forintot a vitamin életmű lemez. Viszont az is igaz, hogy nem minden milliócskához társul hűségnyilatkozat. De jó lenne olyan világban élni, ahol minden szónak jelentősége van. Fogynak a szavaink. És eszembe jut erről, nekem lennének emlékeim. Szandi. A művészet pártoló publikum nyitott szívvel fogadja Pintácsi Alexandra coming out-ját. Varga Mihály kedves az ő szívének. Ahogy Gertrúdnak is az ő. Ehhez a kitárulkozáshoz nagy bátorság kell. Hitvallás a keresztény üldözés korában. Még az énekesnő vértanúságára is szükség lehet, ha a történelem kerekét nem állítja meg Németh Szilárd, vagy egy másik nagy formátumú, szívünknek szintén kedves egyéniség. A művészetpártoló publikum egy emberként éljen ez, amikor híre megy, hogy Pintácsi Alexandra, Kásler Miklós, valami neki tudja, Magyarország történetének talán legrátermettebb politikusa, miniszteri keretéből, tehát Kásler miniszteri keretéből, emberi erőforrások minisztériuma, mint egy félrefordított science fiction regény, vagy még inkább a demokráciánál fejlettebb, illiberális, rabszolgatartó társadalom intézménye. Az emberi erőforrások. Csak tiszta emberi erőforrásból. Tehát ebből az emberi erőforrások minisztériuma Kásler keretből rendkívüli támogatást kap legújabb hanglemezének elkészítéséhez. Megszolgált. Nem tudjuk. Feltételez. Ez volt a Szandi. Jön az émelygés. A próbák előtt csak annyit hallottam Szandiról, tehetséges fiatal énekesnő, akiben Fenyő Miklós fantáziát lát. Szandiból annál többet hallottam, magnó kazettáról kellett elsajátítanunk a dalokat, és bár a zene nem ragadott magával, fiatal voltam, kellett a pénz. A 10.000 forintos gázs duplája az átlagosnak, lehetővé tette, hogy a néhány előadás után az Zoli pénztárból egyenesen a Váci utcai Jófotért üzletbe sietve megvásárolhassam a zenész elengedhetetlennek tűnő rekvizitumát, az eredeti Ray-Ban napszemüveget, és egy csokor kék szegfűt a feleségemet megengesztelendő. A zenekar különleges volt, Fenyő Miklós mellett a Fekete Fivérek, Szaxi Maxi, Fekete Gábor a Skorpióból, Fekete Pisti, kedvenc jazztrombitásom, és a legendás gitáros Faragó Gyudi István, aki éveken átült mellettem a Zsiguliban, amikor a Mambo Kombó tagjaként művelődési házra vándoroltunk Komár László kíséretében. A turné soron következő állomása Hajdú Szoboszló volt. Az Zori busz időben indult, hogy félúton megállva Jóízen elkölthessük az ebédet. Az út következő szakaszán a többiek jól lakottan szúnyogáltak, én viszont rosszul választhattam az étlapról, hevenyi ételmérgezés tüneteivel nyilaskodtam. A város határában gyomrom háborgását megfékezni képtelenül előre ránszorogtam Csülök Bandihoz, az Oribusz sofőrjéhez, és elhaló hangon közöltem vele, ha nem áll meg, azonnal nem állok jót magamért. Szemem szám öklöm összeszorítva vártam a busz ajtajának felszabadító sziszegését. Az ajtó kitárulván leugrottam,
és elegáns évi sugárban zajos tetszés nyilvánítás volt a jutalmam. Csülök a Kressz előírásainak rabjaként a helyi érdekű járat megállójában tett ki. A várakozó nagy létszámú utazó közönség elragadtatott figyelmet közöttem. Tetszés nyilvánítás volt, több már nem jutott nekem aznapra, bár az átmeneti megkönnyebbülés rövid időszakában elszántan próbáltam teljesíteni hivatásomat a színpadon. Amikor az obligát a billentyűknél Éri Balázs elhangzott, én éppen a sürgető kényszer okán az öltözőépület felé rohantam, hogy Kraft Tamás metaforáját kölcsönözve a mosdó nagy fehér mikrofonjába énekeljen. Tehát két szavunk már van, a Szandi és az émeigés. Vagy hány. Harmadik, a miniszteri keret. Az újkor hajnalán, amikor a nagy áprilisi, vagy májusi, nem emlékszem pontosan, fülkeforradalom auróráján ágyúi dörögni kezdtek, a csend koncert alapgondolata, ami egyébként ugye az esti csendünk koncertnek az alapban, tehát a csend koncert alapgondolata, mármint siketeknek zenélni, így érvelve a kirekesztés ellen, még önheroikus ideának tűnt. Aféle liberális, progresszív, toleráns, nyitott, be- és elfogadó, szabadelvű, jóindulatú, szolidáris, haladó, modern, felvilágosult, baloldali cuccnak. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól elmúlt 8 év, a miniszter neve elsőre nem jutott eszembe, lám-lám, de utána néztem Szűcs Erika, 5 millió forintos támogatást kaptam, baloldali, túloldali cucc. De a nemzeti együttműködés rendszerében méltatlannak ítéltettem a pártfogásra, a pártfogás, jó szó, és a jogutód legott levelet szerkesztett. Arról szólt, hogy azonnal adjam vissza a pénzt, mert ez így nem. Mondhatnánk, helyes az elv mindent visszavenni a libezsi búzikomcsiktól, mert, mint én, nem érdemeljük meg. És a mieinknek adni. Mondhatnánk, de nem mondjuk. Adekvát válasznak tűnt, Soltész Miklós, menj a kucsába! Ennyi emberi csúnyaságban ki az, aki a nevetségesség veszély nélkül fönnak adhatna egy bazmeget. De akkor ott lenne a dilema, ami azóta is nehezíti hétköznapjainkat. Elfogadható-e, megtartható-e a rezsim kegydíja? Mi a pénzt, mint lovak keresztet, visszaküldtük. Talán ebből az összegből jutott akkor Szandinak. Thank you.
Demeter most éppen kukázó Szilárdnak. Drága, daliás Demeter Szilárd. Csak az alitárcő kedvéért, az irodalmiság miatt. Ittam szavaid. Szívem kebelemben gyorsabban kezd el üktetni. Ó, te Adonis, te férfi ideál, ki szellemi szépségeddel befolyásolón formálod az ifjakat, kinek bölcs szózati életmód választ adnak. Rettentően szigorú ízlésvilágot te hangoztatád magadról. Joggal kívánod másokra is rákényszeríteni, mert értünk ez akarás. Hiszen te elitista vagy, mint mondák te. Ó, ez kevés. Magad vagy az elit, mondám én. Hisz kicsenge ez szép, gazdagon választékos szavaidból is. Például a szar szó, mint minősítést hordozó jelző. Csak kétszer hagyjál el ajkaid egy egész interjú alatt. A gondolatiságodról ezt már állítanod sem kell. Kihalljuk magunktól is. Tartásod, ahogyan a széket megüléd beszélgetés alatt, kiválóságod mutatja a magabiztosságot, lazaságod, rock and roll, mellyel közelébb mersz kerülni az órákat elkerülő kamaszokhoz. Mindez kultúráért felelős miniszteri biztosként, a PIM igazgatójaként teszel. Könnyeim zápora szakadt, mikor te, a kultúráért felelős miniszteri biztos, megnyitod múltad titkaitól kavargó kamrádat. Nem, rosszul olvasok, bocsánat, hogy elírás van nekem. Újra, neki, bocsánat. Könnyeim zápora szakadt, mikor te, a kultúráért felelős miniszteri biztos, megnyitád múltad titkoktól kavargó kamráját. És személyes élményeit fedéd fel, hogy indokold, miért az utálat a színház iránt. Ó, ragyogó férfiú, legyen úgy, hogy ahányszor én színházba megyek, neked akkor hújjék ki egy-egy fogad. És így a fogorvoshoz vagy színházba járás hasonlatodból kifejlő dilemmát hamar megoldódik. Szépségedért ne aggódj, fogakkal vagy nélkülik, te egyként hadsz mindenkire, te drága ember. Megszólalásait kapcsán végül mindig elkap minket a tündéri nevetés. És nem fogaidon. Nagyszerű elme vagy, isteni tehetség. Érthető, hogy kortársaid nem tudod tisztelettel emlegetni, mert hogyan is tisztelhetnéd őket? A tisztelet nagyság kell annak, aki tisztelni akar. Merengőn gondolva reád, miközben magvas gondolatit hallgattam, egy vers jut a eszembe, egy nagy klasszikus. Remélem berefér az általad nem kikukázandónak tartott 20%-ban. Kedvedért, s néked ajándékul kissé át is formáltam. Ez nem is akar semmilyen százalékba tartozni, hisz hozzád szól, valahol meg kell találnia. Tehát hiba százalékon emlegetjük. Fogad tőlem eme csekészséget, alább olvashatod. Ölelnélek, de szerencsére nincs rá lehetőségem. Egy polgár, Karinti Frigyes, Szabócska Mihály, Egyszerűség című örökbecsű ópusza után, Demeter Szilárd, Egyszerűen akarom. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem, identitás lakik benne, mosolyogva eliten. Egyszerű, de tiszta írás, miket én megfogalmazok, ízlésem és egóm sugja, ezért nem is nagy dolog. Elitista az ízlésem, elszállt velem már a ló. Azt akarom, hogy mindenki csak is engem olvasson. Amit én jónak nevezek, azt akarom, semmi mást. Megszerzem a Spotify-t is, én szerkeztem az adást. Egyszerű és tiszta nóta, a tancsapda a menő. Nincsen benne semmi extra, így számomra érthető. A jó Isten egyszerűnek alkotta az eszemet, éppen ezért úgy gondolom, mindenkinek csak ez kell. Rettegőm van kiskoromtól, szar a színház az egész. Forduljon fel a parti nagy lehetőleg mámonék. Demeter Szilárdról nekem is van mondani valamit. Szeretjük őt, mindannyian. De igazság szerint ez a popzene társadalmiasítása című ügyekezet, ez nem, a biztosítékot nem csapta ki Magyarországon. Tehát mindenki bolgatott, hogy ja igen. És sokan rögtön elkezdték hegyezni a tollat, hogy hova lehet különféle pályázatokat, meg nem tudom, ötleteket vinni. És lám, Bródi János és Szörényi Levente boldogan el is ment tárgyalni Demeter Szilárdhoz. És ott ültek, büszkén is, még talán
volt, mert de lett belőle ilyen, ilyen polémia, ugye? Mert azért ezt többen nehezményezték, hogy de hát mit keres a Pródi? És hogy hát valahogy írta valaki, hogy hát még meghallgatta pedig a véleményüket. És ez ugyanolyan, mint a tegnapi istenverés, hogy én nekem a hajam az égnek áll attól, hogy okos, intelligens emberek elhihetik-e, hogy ebből az egész Patyomkin, vagy hogy hívják? Potemkin. Csak én ugye orosz tanítási nyelv gimnáziumban érettségiztem, és ott ez máshogy. Tehát, hogy ebből egyetlen egy ecsetvonás, vagy egyetlen egy díszlet elem igazi. Tehát olyan nincs, hogy egy egész rohadt pöcegödörben nyakig úszkálunk, és akkor találunk benne mondjuk egy almahéjat, és azt mondjuk, hogy ez finom. Ez elképzelhetetlen, hogy egy hazug, borzasztóan képmutató rendszer, egy egész rendszer, amelyikről egyébként pontosan tudjuk már, akár például a Magyar Bálint könyvből. De ezen féleképpen elmondták már nagyon-nagyon okos emberek. A mindenféle leírásokat a hibrid rezsimtől, a mindenféle náci diktatúráig, mindenféle szavunk van erre. Hogy elhiheti-e bárki, hogy ebben lehet egyébként élni. Csinálhatunk-e hétköznap úgy, holnap? Hogy egyébként, hát nincs minden rendben, kicsit savanyú, kicsit de a miénk. De nem csinálhatunk, mert ebből az következik, amit talán tudunk nevetve, meg tudunk, a műveltség, a kultúra, a nem tudom, az irodalomból, meg a történelemből vett példákkal alátámasztani, hogy hát volt már ilyen régen is, meg mit tudom én. De valójában az lehetetlen, hogy egyik pillanatban így gondolkodunk, a másik pillanatban meg úgy. És a tanároknál én alapvetően azt nem értem, és ez ezen rökönyödök meg a leginkább, amikor például a sztrájkoló tanárok helyett ugye mindenféle jogszabályi, meg mindenféle normális működési rendszer nélkül beküldenek erőszakkal helyettesítőket, akik egyébként pont ennek a rendszernek az áldozatai, és ők háborodnak fel. Tehát a helyettesítő tanár a sztrájkolót szígya, hogy beküldik helyettesíteni. Ez több, mint fábolvas karika. Erre van nekem egy válaszom a társadalomra figyelve. Van egy bizonyos szint, egy anyagi jólétet értek az alatt, és szellemi jólétet egyaránt, amitől képes az ember szolidáris lenni. Az egy illúzió, amikor azt mondjuk, hogy a szegények megosztják egymással az utolsó falat kajájukat. Nem, nagyon ritkán. Tehát egy bizonyos szint alatt, igenis az emberek, ezt leírta több tanulmány már, igenis egyre farkasabbul bánnak egymással, tehát egyre inkább egymás farkasai. Tehát kell egy bizonyos jóléti szint ahhoz, hogy képesek legyünk szolidárisak lenni a másikkal. 2015 menekültválság, ugye beterelik a migránsokat a keletihez, hogy onnan jól lehet látni így, hogy ott van ő a koszos migráns. Eleinte nem adtak nekik lehetőleg semmit, hogy tényleg kosz legyen körülöttük. Nagyon komoly harcokat vívtunk ott, hogy rend legyen, ugye volt ott a Fradi kemény maga, aki megpróbált volna jönni hőzöngeni. Komolyan a menekülteknek a higgadtsága és kulturáltsága volt az, amiért nem lett ott semmi baj és verekedés. De akkor is az a történet, hogy írtak egy csomóan, hogy mit gyűjtünk mi, miért nem a szegényeknek adunk, tehát hogy mindig megmondták, hogy kit kellene megtámogatni, ahelyett, akit éppen támogatunk, de aki ilyet írt, az jellemzően soha nem támogatott még életében senki. És nagyon fontos, hogy ilyenkor nem azt mondja, hogy de figyelj, miért nem őtől lekérünk, hogy osszon már le többet, és nem magának akarjon happolni mindent, hanem egymás között kezdenek a kizsákmányolt, szerencsétlenített csoportok versengeni a pici koncért. Tehát ez a nagyon nehéz, és ezt nehéz megértetni sok emberrel,
pontosan egy másik szempontot adni neki, kitágítani az ő látókörét, hogy nem egymással van vívni valónk emberek. Ez a morcos fej, ezt akkor szereztem be, mikor éppen melyik hidat is volt, nem a Margit hidat, hanem az Erzsébet hidat foglaltuk az MKKP-vel. Ugyanis én nyáron, hát úgy se lett volna pénzem menni nyaralni, hát akkor jártam a hidakra nyaralni, ugye, mint pedagógus. Kim voltam a katástüntetésen, többször is. Kim voltam a fákért tüntetni, kim voltam hidat foglalni az MKKP-val. Tehát hogy egy csomó helyen ott voltam az egészségügyesek tüntetésén, mert évek óta többször, mert szolidárisnak kell lennem velük. És nem szabad ebbe belefáradni. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem szabad belefáradnunk, mert még dolgunk van vele. Én most tegnap óta tényleg a padlón vagyok. Tehát mikor február óta csinálom az engedetlenségeket, szeptemberben mindjárt az elején én is megkaptam a magam fenyegető levelét, viszont pont ebben látom a fecskeséget, amiért én nekem ez egy nagyon fontos szó, hogy februárban még egyedül voltam, azóta több helyen már egyedül belemernek állni emberek. Tehát, hogy mégiscsak elhisz, hogy ha élek, egyébként tök jól, hogy még humorérzékem is néha itt van. Tehát, hogy egészen élhető a világ, csak meg kell csinálni. Tényleg nincs hatalmú fölöttünk. És akkor én mentem a fenyegető levelemre válaszolni, úgyhogy egy civil, aki olvasta a Facebookon, hogy én megyek válaszolni, az eljött, odajött, hogy ne legyek egyedül. Hihetetlen jól esett, és nagyon jó volt, hogy ott volt. Bár néha nem mertem ránézni, hogy elröhögjem magam, mert mikor így az egyik tankeres vezető beosztású kollega közölte velem, hogy nem értem, hogy miért kell mindent indulatból csinálni, és így néztem rá. Én, bocsánat, én észérveket soroltam éppen föl, de tényleg nagyon vigyáztam, hogy nagyon cool mosollyal csináltam végig az egész jelentet, nem akarom elmondani, mert tényleg csak a groteszk. Szerintem őrkény egyébként hatalmas bűnt követett el, hogy meghalt akkor, mikor meghalt, nem most kéne itt lennie. Topzódna, mi meg nagyon jól szórakoznánk. Szóval utána pedig, mikor jött a második adag fenyegető levél, akkor már sokkal több helyre merték kiküldeni, utána százak vannak a tankereknél. Tehát valószínűleg el kell kezdeni, merni kell csinálni, és mutatni, hogy tök jól lehet lenni. Sőt, szerintem jobban. És nagyon sokan írták, akik már megtették, bátorságot gyűjtöttek hozzá, hogy fú, de jó, tök jó érzés, és igen, pontosan olyan érzés ezt megtenni, és azt mondani, hogy nem, ebből elegem volt velem, ez pont eddig lehetett megcsinálni, mintha az ember tiszta levegőt tudna beszívni. Tehát egy egyszerűen érzi a szabadság könnyűségét. Erre jó zongorázni. Jó. Thank you.
utána az is nagyon nagy meglepetés nekem, hogy találnak ilyen kápókat. Hogy mindig megvan a megfelelő, persze kontraszelektív rettenetesen, tehát egyre gyengébb képességűek ezek az emberek, de még mindig van, aki elvállalja. Például egy tankerületi igazgató hogyan kell fel reggel? Mert eleve egy olyan funkciója van, ami ellentmond minden morális elvárásnak. Én azt gondolom, hogy Magyarországon tankerületi igazgató nem lehet tisztességes ember. És van egy csomó ilyen munkakör. Olyanok is nagyon sokan vannak köztük, akik itt-ott meg is nyilvánulnak, majdnem bocsánatot kérnek, vagy elmondják, hogy ők tulajdonképpen ugye belülről bomlasztanak, vagy mit tudom én, de mégis találnak embereket. És ma már teljesen nyilvánvaló, hogy minden kinevezés az valamilyen módon egy kettély. Ma már nem lehet szakmai alapon Magyarországon senkit sehova, semmilyen körülmények között kinevezni. Hát Gyert Gertrud az ékes példája annak, hogy a kognitív diszonancia mindenre is képes. Tehát gondolom ezek az emberek is megharcolnak és elmagyarázzak, hogy miért tök jó, amit csinálnak. Egyébként hallottuk már Hajnal Gabriella és mi a mi tankerületünk, mindig elfejtem a Hajnisné, köszi. Hajnisnének volt a... Lehet ezeket a neveket elfelejteni? Mindenkinek meg kell valahogy óvni a magát, szerintem nincsenek véletlen, ugye pszichológus is vagyok, de hát igen, tudom ezt, mikor ilyen... A jóságos, jó amnézia, nem amnéziát mondani, hogy amnesztia, ugye egyszerűen ragaszkodjunk a szófeldítésekben. Tehát ők is tartottak egy olyan találkozót kollégákkal, aztán talán 50-en voltak, nem tudom, nem lehetett több embernek menni. Én nekem valahogy későn szóltak, tehát nem jutottam oda. És ott az volt a mondás, hogy nem készülhet ott sem semmi, tehát titkosan kell, miért is titkosan, én egyébként ezek a titkosítás sztorikat annyira nem értem, és hogy de majd mondják el a kollégáknak, hogy ott mi volt. Na és akkor ott elmondták az ottani kollégák, hogy ott mi volt, hogy mindent nagyon megértenek, mindenben igazunk van, de hajd, de nagyon, de hát kevés, sokkal több pedagógusnak kéne lázadnia. Viszont azért úgy emlegették a kirúgott kollégákat, hogy a bújtogatók, meg a, tehát hogy olyan pejorálóan beszéltek róluk, tehát hogy adtak is, el is vettek, úgy csináltak, mintha, de mégse. Egyébként Hajnal Gabriella valamikor kockás inges volt, mert ugye ez a kockás ing sztori, ez egy nagyon-nagyon régi történet, és ő abból volt képes átvedleni ide. Tehát azért van az a millió, amiért az embernek korpásodik a haja, vagy meg tudja mondani, hogy ő igenis egy létjogosult lény egy rendszerben. És a tankeresek gondolom így gondolnak magukra. Gulyás Gertrud is ugye ez az, aki meg tudja magyarázni, hogy miért jó minden, ami történik az országban, mert nagyon tehetséges ebben. Mici néninek ugye ott lett egy nagy bajunk a Levelek másik hősnőjével, a nyugdíjból visszatért pedagógushoz, ugye pedagógus hiány enyhítendő, aki hát jellemfejlődésen ment át, és ő már keményen elveszik. Úgyhogy én vagyok Mici néni, de Gertrud mi nem volt. Mici néni, én vagyok. Édes vagy! És azt is látjuk, hogy mikor ilyen Demeter Szilárdok, és egyre kultúrától mentesebb emberek, vagy nem tudom, hogyan lehet őket emlegetni, álmok kerülnek irányít, hogy? Álmok. Hát igen, de hogy de legalább kultúrája lenne, de hogy úgy kevés van neki, vagy nincs, vagy hát nagyon hiányosan, vagy ilyen, tényleg ilyen félműveltek. A noksosok, a minket segítők, az iskolatitkárok, pedasszisztensek, stb. Ők fáncsopanzák, tehát Pintér Sándornak van irodalmi műveltsége, szerintem nem tudja ugyan a regény, de hallottam ezt Sancho Panzát, de az is lehet, hogy valami neve volt valakinek, valamilyen ilyen pankrátornak, és ott láthatta valamilyen gangster sztoriban, vagy utcai harcos mérkőzésen volt, és ez volt a neve valakinek, nem tudom. De Sancho Panzás hasonlította ezeket az embereket. Nem, nyilván és az angasztó... szóhasználatukban a Sancho Panza az egy normális funkció. Az egy, a gangstereknél, meg a
Tehát gondolom, ott az egy Sancho Panza. Igen, na de hogyha ők a Sancho Panzák, akkor mi vagyunk pedagógusok a Don Quixoték a reménytelen harcainkkal, és akkor Pintér Sándor a szélmalom? És a szélkakas a tetején Orbán Viktor? Tehát akkor kibontogathatjuk a metaforáikat, csak furcsa lesz utána a végeredmény, semmit sem fognak jól kijönni. De az a lényeg, hogy ezek a támogatottak, akik ezt a kétes kultúra, ezt a félműveltséget hirdetik, ha tetszik, hanem ezt el kell fogadnunk. Tehát mikor ott tartunk, hogy a katonaság jelent pontot az egyetemen, és a nyelvvizsgára már nincs szükség, akkor azért ott már nagy baj van. Hagy olvassak egyet, jó? Ez a levél, ez egy nagyon nehezen olvasható levél, mert szánszándékoltan tele van helyesírási hibákkal. Tisztelt miniszterelnök, uram, nem tudom miért kell kétszer mondani, de sokszor így hallottam, de majd megtanulom. Én, Katona Kata, honvédnőnek jelentkezem. Nem tudom, jó-e nekem ez a nőzés, de támad a gerontológia, és jobb tisztán a látás is. De a nevem az Omen vagy mi. Mondtak erről valamit a súlyba, és úgy gondolom, ez pederasztál erre a pályára, mert az is lehet, maradok is majd itten. Most még egyetemista akarok lenni. Persze van idő, mert még csak 17 múltam, de már talán meg lesz a 8 általános, most lesz a vizsgám. Utána nézek valami jó középiskolát, lehet mindjárt katonásat. Onnan egyenest út mutatkozik. Gondolkodtam nyelvvizsgába, meg az emelt érettségibe, de aztán beláttam, az nagyon macerás és fölösleges. Örülök, hogy az igazi nemzeti kormány is belátta ezt. Az angolt amúgy sem szeretem, mert nehéz a helyesírása. Tök mást mondanak, meg írnak. Kiejteni is nehéz, de ezt ön is tudja. Nagy utcai harcos maga, az látszik a beszédjén. Bíromna. Egyetemre akarok majd menni. Hogy mi legyek, még nem tudom. Egyelőre jó a katonaság, egy évet biztosan ide szeretnék járni. Tanár nem akarok lenni, mert az már lassan csak okáé. Én meg adok magamra. Meg ottan a súlyban támadnak a genderek. Azt még elbizonytalanodnék rá. Ráadásul a fizetés sem jó, mert a minimál már ráúszott. De a legfontosabb, egyetemi diplomával büszkébb lehet rám a haza, meg a család. Arra gondoltam, hogy valami politológiás a szakra megyek a nemzeti védelmibe. Mert ráeszméletlenkedtem, hogy a katonaság ebben is sokat fog segíteni. Ottan egyszerűbb az érvelés, mert van parancs, meg fegyver. Hát minek többet ezzel foglalkozni? Így a világ nem annyira bonyolult. Ez a felismerés talán a picológia felé is originál. Hamar tudnánk megoldást sok nyafogó életére. De amúgy is gyorsan fel tudom deríteni az embereket. Abba ügyes vagyok. A múltkor külföldön is tudtam rendelni a Google segítségével, lefordítottam a szűzérmét. A pincér után olyan cuki mosolyogva szolgálta ki az ételeket. Még talán kicsit szörfölt is velem. Mondjuk vendéglátóra is mennék. Az egyre jobb itt van. Minden egy kézbe lesz. Van főparancsnok. Azt minek? Tudjuk a mihez tartást, meg az árát. A fontos, hogy most már én is álmodozhatok egyetemről. Számomra is megnyílnak a kapuk. Na jó, nem mindjárt fújdan, de tudni kell mélyen meghajolni is. A katonaság lehetővé teszi az esélyegyenlőséget. Boldogan írok alá, biztos egy évet, mert nekem nem nagy cucc. Kapok koszt, meg kártét. Gondolkodni meg csak arról kell, amit parancsba adnak. A parancson meg nem gondolkodunk, hanem végrehajtjuk. Megírtam levelem, hogy kifejezzem hálámat. Rám biztosan számíthat majd, mert jövőre már 18 leszek. Nekem már akkor krumpli se kell az X-hez. Ő szinte tisztelettel, Katona Kata, de magának legyen csak jószág, azt annyira szépen mondta, meg szeretem így. És hogy most humor is megcsillantsam, stílusosan búcsúzom. Kérek engedélyt lelépni, uram. Most nem zongorázom, mert most nem tudok zongorázni ilyenkor. Akkor... És egyébként is, igen? Mondjak neked más, teljesen másfajta szöveget? Nem. Örülök, minden szövegnek örülök, csak azt akartam még az előzőhöz mondani, hogy a humorérzék segít. Igen. Mindig mondjuk, hogy az irónia, meg a, mit tudom én, igen, a humor a legkegyetlenebb fegyver, meg aztán azok az emberek, akiknek nincsen hozzá felfogó képesség, azokat ez az irónia nem sérthet.
A nem fegyvernek, önvédelemnek segít az irónia, mert különben öngyilkos lehetnék, hogyha tehetetlen vagyok, ha meg iróniával nézem, hát akkor lesz holnap is nap, holnap is talán tudok nevetni még magunkon. De akkor az irónia nem fegyver, hanem pajzs. Nem csak fegyver is, megmondom miért, pszichológusként is elmondom, mikor van egy olyan kliens, aki nem tud egy autoriter személyiséggel megküzdeni jól, akkor annak szoktunk segíteni, például ilyen neurolingvisztikai programozásos módszerek segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy magunk elé képzeljük ezt az autoriter személyiséget, most mindenki képzelje magát. Hát pedagógusoknak szerintem most Pintér nagyon buli lehet, de Orbán Viktor mindenkinek ajánlom. És nézzék meg jól, és hasonlítsák valamilyen állathoz. Ne mondják ki, senki nem mondja ki, mi jutott eszébe, mindenkinek saját ügye, jó? De kiemelem ebből, hogy nehogy megvádoljanak, hogy én itt állatiasítok, meg ugye jöhetnek akkor mindenféle propagandisztikus dolgok, valamilyen rajzfilm figurához, valami kedves szereplőhöz. És nehéz először, azért szoktuk állattam, ez kapásból jut az embernek, mindig eszébe az emberről, és kezdje ezt formálgatni, színeit váltsa, méretét váltsa kisebbre, nagyobbra, és próbáljuk egyre kisebbé tenni, és a végén valamiféle kis plüssűszágot csinálni, a hangját is igyekszünk változtatni, hogy hogy beszél hozzád, és akkor mondjuk képzeljék el, hogy Orbán Viktor így mondja, hogy Magyarország előre, menjem hátra! Így beszélne, vagy tehát hogy ezen nem lehet, ettől nem lehet félni. És azt mondjuk akkor ennek az embernek, ha mondjuk a főnökével, vagy autoriter szülővel, bárkivel van dolga, már felnőttként ugye főleg így, hogy ezt a kis nevetségessé tett pici kis plüss figurát, amilyen furcsán makogva beszél, azt így helyezze ide-oda, amúgy, és már ügyesen bánik ezzel az eszközzel, akkor azt mondjuk, hogy bármikor, ha a főnökével, vagy autoriter valakivel beszél, azt ültesse oda a vállára, ennek a számára eddig félelmetes személynek, és képzelje azt, hogy az beszél hozzá. Csak figyeljen, hogy a fókusz eltolódik pár centit, hogy néha nézzen már a szemébe annak is, és hogy ne röhögje el magát. Mert hogy ez innentől fogva így néz ki, hogy itt ül ez a kis szörnyike, és az beszél hozzánk, és egy ilyen kis szörnyike, tehát hány ember van, akivel olyan nehéz kibírni, hogy ne röhögjük el magunkat, mikor beszél hozzánk tök komolyan, valljuk be, ugye? Tehát, hogy van az az egyszerűség, van az a primitívség, amikor iszonyúan kell koncentrálni, hogy Isten, most ne hagyd ebbe komolyság. Tehát igenis a humor az gyilkolni tud. És igenis a humor az, tehát nem kell agyon tisztelni azt, aki nem érdemli meg a tiszteletet. Azért, mert ő neki van egy pozíciója, azért nem kell őt megtisztelni. Különösen ez a pozíciója azért van, hogy engem kiszolgáljon. Akkor lesz szíves engem szolgálni és nem fenyegetni? Pintér Sanka, üzenem. Jó? Tehát, hogy ez valahogy így néz ki, én azt gondolom, hogy elfelejtettünk demokráciában élni. Elfelejtettünk... Bocsánat, mihez képest? Mikor éltünk demokráciában? Jogos a kérdés, hogy valószínűleg ez a baj, hogy nekünk egy nagyon pillanatra volt egy lehelet róla, de elrontottuk. Én nagyon sokszor, mikor gyerekekkel beszélek, nem órán, ha valaki hallja és miért fel akar jelenteni, nem tanórán, nem politizálok, de már többször tüntetésen felszólaltam, meg gyerekek hívtak különböző tüntetéseikre. És én mindig elnézést kérek a gyerekektől, hogy ne haragudjanak ránk, bocsássanak meg, mi ezt elrontottuk. Mert mi rontottuk el. Megpróbáltunk csinálni egy demokrácia nevű valamit, úgy, ahogy elkezdett, tehát valami azért megtörtént, tehát lehetett volna akár jó is, csak hát nem sikerült. És azért nem sikerült, mert mikor elkezdtük csinálni, akkor azt hittük, hogy ez így akkor, ha így megcsináltuk, így kimondtuk, akkor így most már van. Hát nem, igével csak Isten tudott teremteni, ugyebár. Tehát nekünk ez így nem fog menni. Tehát nekünk csinálni is kell tovább. Tehát nem lehet hagyni, hogy lebontsák fölülünk a demokrácia minden intézményét. Nem lehet hagyni azt, hogy eleve félreálljunk oda azt, akit mi főnöknek nevezünk. A főnökünk nem félelmetes valaki, hanem ő azért van, hogy segítsen egy közösséget irányítani. De nem azért, hogy leuraljon minket. De Orbán Viktor fél valaki, vagy fél, tehát egy ilyen képet mutat. Szerintem pont ez ettől népszerű. Mert egy ilyen barátságos. De mindenki figura. Fél mégis. Nem tőle. Ha nem félnénk sokan,
és nem féltenék, bocsánat, nagyapámat, hogy idézem, jó, nem féltenél állandóan a tyúkszoros életedet, ez azt jelenti, hogy gyáva vagy, akkor már fölállt volna mindenki, és azt mondta volna már sokkal-sokkal régebben, hogy ez nem oké, ami most történik. Már amikor elkezdődtek például, és ez már nagyon vége a tűrés határnak, a rendeleti kormányzás. Már a vírus nem, akkor mondtuk volna az első éjszaka meghozott törvény, amikor megjelenik a közlönybe, hogy na ezt nem, ez nem oké. Egyébként ők nagyon komoly munkát csináltak azzal, amikor elkezdték ezeket a polgári köröket. Tehát iszonyú meló van benne. Hát ezt kellett volna az ellenzéknek is. Tehát én nagyon bírom az értelmiségi melót, persze, én magam is oda tartozónak tartom magam, de az értelmiségi ne árulhatja el azt, akinek a tudása kevesebb. Az értelmiség elárulta a nemzetet megint. Én szerintem az értelmiség azt árult el, akinek a tudása nagy. Tehát saját magát árult el, a tudást árult el. Nem azt, akinek kevesebb a tudása. Az értelmiség elárulta a kultúrát, a műveltséget, az esztétikumot, elárulta a filozófiát, elárulta az irodalmat, a művészeteket, minden olyasmit elárult, ami olyan érték, amit meg kellett volna őriznie. És én is azt gondolom, hogy nem fél az értelmiség, persze biztos van, aki félti az állását, egzisztenciális fenyegetések vannak, de azért nagyon sok olyan van, aki nem fél, és lenézi és megveti az Orbán Viktort, meg bárkit, aki ennek a rendszernek a valamilyen tisztségviselője. Nem hiszem, hogy Novák Katalintól, nem tudom kiktől félni, Németh Szilárd, nem lehet ezektől félni, hanem még ha undorodik is, és meg is veti őket, valahogy az élete rész, a környezet részének tekinti. Tehát valamiért elfogadja, vagy az a szükséges rossz. Mert csomó minden van az életünkben, ami kellemetlen, amit utálunk, de hát az élet nem könnyű. És a közvetlen félelem azért, itt nagyon sok olyan vendégünk volt az elmúlt 5 év alatt, meg maga a hely is olyan, hogy itt nem félő emberek vannak. Nem azok jönnek ide, akik félnek. De tudunk félő emberekről. Én pedagógusként nagyon sok pedagógus tudom, aki nem ért egyet, velem ért egyet, de ők félnek. Persze világos, de ő nem az Orbán Viktortól, tehát nem közvetlenül az Orbán Viktortól félnek, hanem a hétköznapi egzisztenciális fenyegetettségtől. Még csak nem attól fél, hogy elküldik koncentrációs táborba, vagy hogy a sarkon megtámadja a kigyúrt kopasz Pali, vagy a nem tudom micsoda. Bár ugye pont múltkor mondtam, hogy én kiragasztottam a kocsimra a Noir matricát, és valaki letépte. Ez konkrétan erőszak. Ugye, hogy az én autómról letépi valaki a matricát. Innentől csak egy lépés az, hogy letöri a szélvédő, mert vagy mit tudom, mit csinál, vagy legközelebb megvárja, amikor kiszállok az autóból, és megtámad egy baseball ütővel. Persze, ilyen félelmek valódiak, de azért mégsem erről szól ez most még. Még nem jutottunk el odáig, és te mondtad az előbb, és olyan jó volt zongorázni, hogy van szabadság, meg vannak fecskék, akik odaülnek, és azt mondják, hogy én, és pont tegnap láttam a Facebookon, hogy az egyik kispesti gimnáziumban, és oda áll, és lefényképezi magát az egy szem tanárnő, és azt mondja, hogy itt vagyok, tessék, ide lőjetek. Hát ennél csodálatosabb nincsen, hogyha most lennék diák, akkor nagyon-nagyon-nagyon örülnék annak, hogy ebben az időszakban vagyok, mert amikor én annak idén a KISZ-ben ottan szerencsétlenkedtem, és akkor nem tudtam, és akkor mentem, hogy március 15-e egy tüntetés, meg ilyen hosszú bőrkabátom volt, meg akkor kockás flanelinge, meg ilyen hosszú hajam volt, és akkor mondta az osztályfőnök, hogy az apukámnak, hogy vigyenek el fodrászhoz, mert levágni a hajam, akkor nem tudtam, hogy merre felé álljak, hogy kell itt lázadni. És ezek a fiatalok, ezek most a kezükbe kapnak egy csodálatos lehetőséget, hogy a jót a rossztól elválasszák. És milyen nagyszerű dolog kimenni a Pintér elé éjszaka táborozni és mutatni a hatalomnak. Nem történik semmi, és szervezhetjük akármit, nem történik semmi. Ez nem igaz, mert folyamatosan történik. Egyrészt írjuk a történelmet, másrészt minden egyes megmozdulás egy-egy szög a koporsóba, harmadrészt nem a koporsójába, a X-nek a koporsójába,
Nem várhatjuk azt, hogy kimegyünk tüntetni, és akkor majd az Orbán lemond hirtelen. Ez nem így történik, hát a tanárok is tanítanak napról napra, és igazából egy nap nem érnek el semmit, ha visszagondolnak egy-egy óra alatt. Olyan picit haladnak, hogy csak na. És hogyha az egész el fog halni, akkor is nagyon sokat értünk el, mert akik iskolába járnak most, azok egyrészt az aktívak, megtanulták, sok mindent megtanultak, hogyha összeállnak, meg tudnak mozdítani 80 ezer embert. Utána, aki most még nem is érti, majd büszke lesz, hogy ilyen iskolába járt, ilyen tanárai is voltak. A gyerekek élőben látják, hogy ez nem mozi, hanem igenis vannak ilyen, meg olyan tanárok, mert igazából ez a tanárok a példaképeik. Tehát én azt gondolom, hogy már eddig is napról napra mindig sokat értünk el, és az, hogy félig van a pohár, mondjuk, hogy félig, lehet azon, hogy félig üres, félig tele van. Lehet így is nézni, meg így is nézni. Azt gondolom, hogy igenis ez már eddig is nagyon sok eredményt ért el, és ha akármeddig tovább megy, az csak jó lesz, és ha elhal, a következő nekifutásra ennyivel több tapasztalattal, ennyivel több önbizalommal indul az egész. De ez, hogy mondjak erre valamit, bocsi Pöti, a franc akar hős lenni, jó? Ezt szögezzük le, a franc akar hős, egy mai fiatal nem az a dolga, hogy kint fagyoskodjon az utcán, hogy kiírjon mindenféle táblákat, hogy utána majd szegény Pintér Sándor zokogva mondhassa, hogy aj, de csúnyán beszéltek vele ezek a rossz gyerekek. De nem ezért van a fiatalság, nem ez a célja a fiatalságnak, hogy minél jobban politizáljon, hogy minél jobban... Nem, élnie kell, buliznia kell, jönnie, mennie, tanulni azt a tudományt, amit szeretne. Tudom, tisztában vagyok vele, de ne örüljünk már neki, könyörgöm, csak ne örüljünk már neki, jó? De ha ez van, én értem. Tisztességesen, aki csinálja, azutána nem kell, hogy sumákoljon, ha megkérdezi majd az unokája, hogy te hol voltál, mert belekerül majd a történelemkönyvbe esetleg, te hol voltál, ott sumákoltál, vagy... Okay. Tisztességgel fel lehessen állni, még akkor is, ha nem értem el sokat. Akkor se ez a dolga, egy fiatalnak tisztelni. Tudom, és teszik. Nekem kell ezt a legkevésbé elmagyarázni, szerintem. De a diákoknak is. És szerintem. Nem nekem kell elmagyarázni, és nem a diákoknak, akik ott voltak és kiálltak. Ő is ott volt, kiállt, köszönöm. Jó? De ez nagyon fontos, és ettől nagyon mérges leszek mindig. Ugyanis arról szól most jelenleg, napjainkban a történelem nagyon sok esetben, és hogy nem félünk, dehogy nem félünk, ott van egy csomó kollégám, összeeszi magát a félelemtől. Ott roskad össze, és akkor tördeli a kezet, hogy jaj, ő nem meri, de ő annyira büszke, hogy a másik meri. Nem. Tehát nem arról szól, hogy hősöket toljunk, és legfőképpen nem a gyerekeket kell tolni. Egyébként nem tolja őket senki, mennek maguktól. De iszonyúan szomorú, és ez a mi felelősségünk, mi, akik már 18 évet betöltött szavazó állampolgárok vagyunk, hogy hagytuk azt, hogy odáig el kelljen jutni, hogy a gyerekeinknek ki kell menni az utcára. Mert úgy érzik, hogy elviselhetetlen helyzetben vannak, mert rájuk szakad az iskola. Ezt mi rontottuk el odáig, hogy a gyerekünknek a gyerekkora erről kell, hogy szóljon. Mentegethetjük magunkat, hogy ó, hát volt második világháború, első világháború, ilyen háború, olyan háború, ott is a gyerekek benne voltak. De ez nem mentség semmire, ezt igenis, vegyük tudomásul, elrontottuk. Bénák voltunk, tudja, rosszul csináltuk. Nem tudom volna az utcára 78-ban. Annyit áll, az ellenállásunk annyi lehetett, hogy elmentünk a Playmobil koncertre. Humorérzék, ne hagyják, úsula, megvan doktor Bubó. Miért fogdossa össze a pillangókat a patakparton? Mert olyan boldogok, mikor szabadon engedem őket. Én gyűlölök tüntetésre járni. Én most vagyok végzős, és gyűlölök tüntetésre járni. Akkor nem kell járni. De hogy megengedhetem magamnak, hogy nem megyek el? Megengedhetem magamnak? Én nem tudom, csak kell, vagy csak a... Csak hogy erkölcsék a telesség. De most hallják az ellentmondást felnőtt emberek, ugye abban, amit most csinálnak. Ne menjél, mindenki maga dönti el, de menni kell, mert ez a dolgod. Aki úgy érzi, annak menni kell, én úgy érzem, hát de pont ez az, ha nem érezzük eleget. De nem más helyet megyek, hanem mondjuk nekem nincs ebben az oktatásban a gyerekem, nem vagyok közvetlenül érintett. Dehogy nem. Másik szülő, maga országa is. Tudom. Én viszont azt gondolom, hogy... De nem más helyet megyek, hanem segítek neki, hogy esetleg kedvet kapjon, mert a gyerek meglát, és azt mondja, hogy te miért nem vagyok papa. Én azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat. És azt gondolom, hogy ezt végig kell csinálni. Én a saját gyerekeimen is érzékelem azt, hogy őnekik ez fontos.
És nem a, egyáltalán nem büntetésből csinálják, és egyáltalán nem azért csinálják, mert rákényszerültek. A felelősséget nem vitatom, ez a mi felelősségünk. De ettől függetlenül a lehetőség, hogy változtassanak az életükön, változtassanak a környezetükön, hogy beleszóljanak abba, hogy hogyan alakul az életük, az még mindig nekem irigylésre méltó. Tehát én nem fogom soha azt gondolni, hogy ez valami rettenetes áldozat, amit meg kell tenni. Az én feleségem ugyanabban a gimnáziumban tanít, nem tudom már, 30-40, nem tudom hány éve. Rengeteg diákkal valamilyen módon az ő elmondásán keresztül tulajdonképpen kapcsolatba kerültem, és nagyon sok olyan van köztük, akinek már az életét tudom követni. A érettség után, a továbbmenet, stb. Stb. Nagyon-nagyon jó példa az LMBTQ cucc, a tanítványai közül azok, akik valamilyen módon az áldozatává váltak például annak, hogy e körül, a téma körül miféle háború dúl. És azok az emberek, amikor elkezdődött ez a, emlékszem, a szivárványos, nem tudom mi a fene, ki lehetett tenni ilyen szivárványos izét a Facebook profilképre. És hogy jöttek a visszacsatolások a fiataloktól, azokhoz, akik vállalták, hogy kiteszik ezt a szivárványos jelet, azoknak ez a kapcsolat odáig jutott, hogy de milyen jó lett volna, hogyha mi magunk is vállalhatjuk, hogy odaállunk és elmondjuk és átalakítjuk. És nekik ez nem adatott meg. És nagyon fontos, és az a mi felelősségünk, hogy ez a lehetőségük meglegyen. Én egyáltalán nem gondolom, hogy a nem tudom milyen a Pintér előtti tüntetés, az a lényeg. Én meg végignéztem egyébként az összes ilyen videót, és azok a gyerekek ott ragyogó szemekkel, borzasztó lelkesen. És rohadtul fázva, meg. Igen, tehát, nagyon fázva. És emlékszem, mondom, a saját fiatalságomra, ez az, amit mondta, hogy én mondjuk P-mobil koncertre nem mentem volna az Istennek se, de olyanokat mi csináltuk, hogy a Városligeti tér sarkán ott álltunk, és rajtam volt, mondom, ilyen nemzeti színű hajleszorító, és akkor a rendőr odarohant, és hátra csavarta a kezemet, és akkor igazoltattak, és akkor mindenféle ilyen izék voltak. És én akkor azt gondoltam, ez még ugye az előző rendszerben van, akkor én azt gondoltam, hogy nekem ehhez a rendszerhez valamilyen viszonyom kell, hogy legyen. Milyen? Nem, eszembe sem jutott, hogy nekem most más a dolgom, hogy én most inkább zongorázni gyakorolok, vagy nem tudom, focizni. Eszembe nem jutott. Engem ez rettentesen foglalkoztatott, nagyon izgatott, és nagyon részt akartam benne venni. Én értem, de azt nem értjük, vagyis abban csúsztunk most bele, hogy elfogadjuk, hogy ez tök jó, mert legalább harcolhatunk. Nem, az élet nem feltétlenül kell abból álljon, hogy én harcolhatok valamiért, hanem lehetne ez tök jó. Egy demokratikus, jól szervezett iskolában megtanulhatja azt, hogy hogyan szólhat magáért, hogyan képviselje az érdekeit, ehhez ne kelljen már kimennie, megfagyni és szembeszállni a hatalommal. Tudom, hogy ez van, és tudom, hogy ezt teszik, és tudok mindent, csak ne irigyeljük már őket. Tehát ezt próbálom elmondani. Az a baj, hogy most úgy tekintünk erre, mint hogyha... Nem az oké hozzáállás szerintem, hogy irigykedünk rájuk, hogy ú, de jó nekik, hogy most csinálhatjuk ilyet. Ez egy iszonyatos helyzet. A mi életünkből hiányzik, és ezért nincs hát most itt demokrácia. Ez a demokrácia tanulása. Mi ott sétálgattunk, mondom, én nagyon büszke voltam arra, amikor a rendőr, mit tudom én, bevitt az őrszobára, és akkor mit tudom én, behívatták az apámat éjjel, és akkor ott kellett izélni. Meg voltak a punk mozgalom, meg a nem tudom micsoda, az volt a mi lázadásunk. És az hiányzik ebből a rendszerből most. Azért nem tanultuk meg, hogy mit kell ezzel az egészet csinálni. A többiek, akik ott ültek mellettem a gimnáziumban, azok most is ott ülnek, itt ülnek és nézik, néznek körbe, hogy hát bizony, az is ilyen volt, ez is ilyen, majd lesz valahogy. De nem. Pontosan erről van szó, hogy meg kell tanulnunk azt, amit most ezek a srácok megtanulnak. Lehet, hogy ez nem egy nagyon nagy élvezet ezt megtanulni, de legalább a lehetőségük megvan. És ilyen szempontból igen, és így köszönöm. Jó.
én nagyon nem tudom elfogadni azt, ami most történik Magyarországon, és ami történt, ahogy ideig eljutottunk. És én nagyon úgy gondolom, hogy ez a felnőttek felelősség, hogy ideig eljutottak, és nagyon-nagyon sajnálom, és nem irigykedem, hanem nagyon sajnálom a mai gyerekeket, hogy nekik így kell élesben megtanuljuk. Tehát, hogy... De mikor nem volt ez így? Mondjon egy olyan 10 évet Magyarország történelméből, amikor ezeket a mondatokat nem lehet elmondani. 10 évben gondolkozunk csak. Mindegy, akkor egy évet. Sokkal több évet kéne végignéznünk ahhoz, hogy van. Nekem nagyon hiányoznak a fiatal felnőttek, az egyetemisták. Nekem nagyon hiányoznak a FreeSFE logók az összes tüntetésről. Nagyon hiányzik, hogy nincsenek ott az egyetemisták, csak max szolidaritás nyilatkozatban. A felnőttek elrontották. Mi is elrontották. De azért nincsenek ott az egyetemisták, mert 10 évvel ezelőtt ez a rendszer nem volt lehetőségük eljutni ide. Ezek a srácok ott lesznek 10 év. De voltunk zárva egy konzervdobozba. Hát az nem volt elrontott? Hát akkor kellett volna lázadnunk jobban. Ezt a szót nem is ismertük. Hát de... Vagy csak ilyen szinten. Oké, de ezért ne irigy. Én csak azt próbálom mondani, hogy ezért ne irigykedjünk a mai fiatalokra, hogy nekik most erre feladatunk. Ez az irigykedés, az ők irigykedés. Én nekem most erre azért egy kicsit az jut eszembe, hogy mikor nem azt mondjuk, hogy igenis a mi hibánk, mikor ül nálam a felnőtt, érettkorú kliens, és az anyját, apját hibáztatja a saját nyomoráért. Mindig el szoktam mondani, nem olyankor persze terápiás helyzetben kétségtelen, hanem így külön elmondom, hogy a felnőttség akkor kezdődik, mikor azt mondjuk, hogy én ezt és ezt követtem el, és én nekem ezt rendbe kell tenni. És amúgy rohadtul nem irigykedne a gyerekekre, hogy nekik most demokráciát tanulnak élesbe. De szerintem semmi nem irigykedünk, hanem ebbe a helyzetbe kénytelenek. Hát dehogy nem. Én elhangzott, hogy irigykedünk. Én is. Ez a legjobb, amit tehetnek. Kényszerből, senki nem szeretné, ez más tény, lenne ezek jobb. Tények. És csak egyébként meg, hogy mihol mondottok el, nem a felelősségünket akarom csökkenteni, hanem csak, hogy jó indulatból, meg tapasztalatlanságból történt ez, hogy szabad választáson megválasztottunk olyan kormányt, amitől sokkal jobb lett a rendszer, és utána kis kitérőkkel ment, és azt hittük, hogy elereszthetjük a kezüket, és majd magától ez megy szépen jó irányba. És hogy ezután ez valamikor egy rossz indulatú ember hatására ennyire meg tudott változni, és későn, vagy még most se vették, most meg már késő amúgy is, tehát ez lett belőle, erről tehetünk, de a jó indulat megvolt, hát a fideszesek a kerekasztal megbeszéléseken, mindegyik, aki most olyan bunkó, sötét állat, hogy csak na, mindegyik sziporkázó demokrata elme volt. Ki gondolt volna arra, most is ugye az van, hogy a kultúra gondol rá, nagyon sokan leírják, a hatalomnak van a legnagyobb személyiség torzító ereje, tehát mindenki tudhatja, hogy sokat van hatalomban, az elfogál. Szóval az emberek többsége, aki nem ezzel foglalkozott, ilyen tanulmányokat nem olvasott, viszont hallotta ezeket az elméket beszélni, és most is azt hallani, hogy ezek nem tanulmányok, ezek a népmesélyük. Az a legnagyobb előnye, hogy fiatalok. De hát láttunk már fiatalokat. Abból vagy ez lesz, vagy az lesz, csak mi már megtanultuk, és sokan még most sem. Ezek nem tanulmányokból tudhatok, hogy a hatalom mit csinál az emberre. Ma már hivatkoztam a Gyűrűk urára, de hivatkozhatnék a népmesék királyaira, akik büntetést kapnak azért, mert hogyan bánnak a hatalommal, vagy bibliai sztorikat is mondhatok, tehát ez nem tanulmány kérdése. Mindenki megkapja, reméljük, előbb-utóbb a büntetést. Én igen, a gyerekek ezt most megtanulják így, ez kétségtelen, ezt hozta a sors, mindenkinek dob valamit a sors, csak mondom, ragaszkodom hozzá, hogy ezt ne fogadjuk már, hogy ez milyen tök jó nekik, hogy így tanulhatják meg, jó? Mert gyerekek között létezve én ezt így gondolom, hogy ez egyáltalán nem jó dolog. Mert hogy utána meg azért elvárjuk a gyereket, hogy rohadtul tiszteljenek minket, meg hajoljanak meg előttünk, meg tisztelet a korunk, amikor itt vagyunk és egy rakás balek vagyunk, akikkel ezt meg lehet csinálni. Én ezzel sem értek egyet, egyáltalán nem várom el. Én sem várom el. Sőt, pont az ellenkezőjét. Pont az ellenkezőjét gondolom erről az egészről. Pontosan ez a mi hibánk. Pontosan erről van szó, hogy ez a mi felelősségünk. Pontosan ezért kell szembesíteniük őket, vagy nekik, minket ezzel,
És pontosan ez az a nagy lehetőség, amit én irigylek tőlük. Tehát ez annyira kerek és annyira nyilvánvaló, hogy én nem is értem, hogy most mi vitatkozunk, de nem is szeretnék tovább vitatkozni. Ezzel az irigységen engem ez így kiakasztott, mert én tudom, hogy mit itt ródás van. Ugyanis, és itt jön be ez, amikor az, amivel vádolnak is minket tanárokat, hogy a gyereknek az az egy élete van, és mi most elveszük, ha itt lázadunk, és nem tanítjuk őket meg, nem tudom, tehát, hogy nem most ott... Most ez pont fordítva, pont az ellenkezőt mondom. Hogy mondjam végig, jó? Tehát ezzel támadnak minket, hogy ez a gyerek egyéni életének a statisztika. Ugyanis van egy nagy vonulat, amikor távolabb ívbe kell látni, és a közvetlen dolgainkról lemondani. Tehát, hogy a mindennapjainkban igen kicsi, most kevesebb lesz a magyar órád, mert Edith néni az polgári engedetlen, de neki jön a felvételie, aminek az eredménye majd később jön, és ha neki nem volt meg a megfelelő mennyiségű órája, akkor hogy fogja a felvételiét jól csinálni. Tehát ennek az iszonyú nagy feszülése itt van, és akik most beleálltak gyerekek, és gyerekek annyira rossz már komolyan, tehát, hogy, mert hogy többek már, tehát felnőttebbek sokszor a felnőtteknél, ahogy tudnak viselkedni. Most itt vannak, és ők maguk is sokan belátják, sok meg nem, és attól szenved, hogyha ő nem ér oda a tanulmányaival, akkor ő hogy fog majd felvételizni, és mi lesz az ő egyéni sorsával. Hasonló mondom, tehát mondhatjuk, igen, háborúban meg még ott mi van, vagy engem iszonyúan megrázott az a képsorozat, amikor a ukrán diákok beöltöztek a szalagavatós gyönyörű ruháikba, és a romok között lefényképezkedhettek, mert az ő szalagavatóik nem tartattak meg, hiszen elmosta a háború. Tehát, hogy az egyéni sors, meg a nagy vonulat, hogy hogyan ütközik egymással. Tehát ne irigyeljük, már csak legalább ne irigyeljük őket, de tényleg. Én felnézek rá, hogy nekünk jobb volt. A Németh Szilárd. De ez nem össze... Megint az történik, bocsássanak, amit elkezdtem mondani. Mikor az egyenlő csoportok kezdenek el egymást rákcsálni. Ne egymást rákcsálni, oda fölrákcsáljunk másőt, rúgjunk, harapjunk fölfelé. Tehát ne az, hogy ki irigyel kit jobban, ez nem a szenvedés hal. Jézusom, azért ez az irigylés, én most értem, hogy bele akar. Most, de most én nem vagyok pszichológus, de azért ezt az irigylést azért most már erről le kéne szállni. Tehát, én most reflektáltam erre, de nem, amit az előbb mondtam. Nem, nekem mondod mindig ezt az én nem neked mondtam, oda reflektáltam. Akkor most teljesen mindegy. Már nem mindegy, ne ugyanazt mondjuk, de hogy megnéztem, a hídgyülekezetes palit, aki ugyanezeket mondta, hogy a gyerekeknek most elveszük a... Tehát ugyanazt mondja, amit te mondasz. Elveszem a szegény fiú, én vagyok a felelős azért, hogy a fiatalok... Persze csúszhatok rá. De nem ezt mondta. De mégiscsak erről beszélünk. Hogy én azért irigylem ezeket a diák, vagy fiatalokat, mert van a kezükben egy lehetőség, hogy változtassanak a saját életükön. Ez, hogy irigyelni, én nem tudom, mit jelent ez a szó, lehet, hogy mindenkinek mást jelent, de mégiscsak arról van szó, hogy például mondom, ahogy látom azokat az üzeneteket, amiket például a feleségem kap egy-egy ilyen tüntetés, meg nem tudom mi után, ott szó sincsen arról, hogy ezek a gyerekek nem tudom miféle rettegésben most éppen a jövőjüket féltik, és a nem tudom milyen áldozatai az én felelőtlenségemnek, hanem arról van szó, hogy nekik is jó érzés másnap bemenni az iskolába, ez és összekapaszkodni, és azt mondani, hogy de, mi most tegnap csináltunk valamit. Az a fénykép, amit megosztott a feleség... Na de hát most lehet... Ezt most nem látja, mi van ott mindent. Tényleg nem. Akkor elmondom, hogy az a fénykép, amit például én megosztottam a Facebook oldalon és abban a gimnáziumban készült, ott azok a gyerekek, akik ezen a fényképen ülnek, azok ezt a képet nagyon büszkén hallották, és nagyon katartikus élményként élték meg a saját illusztrációjukat. Jó. Elmondtam, hogy mikor én elkezdtem polgári engedetlen lenni, akkor én nekem levegőt vett az én tüdőm, szabad levegőt, és boldog felemelő érzés volt. Ugyanakkor napi szinten megélem a rettegést az egzisztenciám miatt, hogy mi van, mikor jön meg az a kurva levél, hogy ki vagyok rúgva, és akkor hogy fogom eltartani. De nem azt írom le, hogy féljél már, ahogy én félek, hanem azt, hogy legyél már bassza meg olyan bátor, amilyen én vagyok. Mert akkor talán hamarabb vége lesz ennek a félelem időszaknak. Ezt kéne fordítva látni. Tehát nem azt hirdetem, és azoknak a gyerekeknek igenis jó, de mikor
tudja, és mikor beszél velem tüntető gyerek, hogy segítsek már, mert egyébként menni kell be dolgozatot írni, és hogy nem tudja azt a magyarból, és magyarázzam el. Tehát ott vannak a félelmek, csak nem ezt szoktuk mondani, mikor cselekvésre buzdítunk valakit, hogy figyeljél már, fú, nem tudom, mikor fognak kirúgni, de hú, hanem azt mondom, hogy emberek, ezt most csináljuk meg, fogjunk már össze a rohadt életbe végre. Mindenki a saját területén menjen oda és álljon föl, mert az oktatás az ő jövője, az egészségügy az ő élete. Tehát én erről beszélek, nem a szorongásaimat akarom megosztani az emberekkel, hanem a harcosságomat. Ez az óriási különbség. Azok a gyerekek egyáltalán hősnek érzik magukat, és jogosan, mert tényleg azok. Nagyon nagy hősök. Még nincsenek 18 évesek se a zöme. Nagyon sok, tehát határán, tehát totál fiatal felnőttek. És hősként beleállnak és odaállnak. Tiszteljük meg őket, mert tényleg nagy hősök. De igenis egy csomószor ott van bennük a szorongás, hogy az ő egyéni életük hogy lesz majd tovább. Beszélgetni kell velük erről is. És ez is ott van. Ha tetszik, ha nem. Jó lenne csak azt látni, hogy boldogan, derűs arccal ülnek és ezt posztolják, persze. Én se azt posztolom ki, hogy hú, de rettig. Igen. Bennük nem volt szorongás. Mert ott volt, mert rátettek egy sínre, aztán mehettünk azon a sínre. De mi is egy sínen vagyunk, csak leszálltunk róla, mert egy jó sínen nem, vagyunk. Nem, van rengeteg sín, és azt gondolom, hogy elbeszélünk egymás mellett, és kár, és valóban az következik ebből, hogy innentől már nagyon nehéz összeegyeztetni olyan alapvető szempontokat is, ami egyébként ezt mozgatja, vagy egyáltalán működtetheti, és ugyanezek a feszültségek, és ugyanezek a mellébe, vagy félrebeszélések, vagy elbeszélések egymás mellett egy tanári karban, vagy egy bármilyen közösségben ugyanígy megjelennek, és ugyanúgy tönkre teszik ezt az egész, nem tudom, lehetőséget. Csak én azt gondolom, hogy amikor 10 év múlva vissza fogunk ide nézni, és majd vagy így dől el a dolog, vagy úgy dől el a dolog, egészen biztos, hogy nem a szorongást, a félelmet és a nem tudom bizonytalanságot persze, fogjuk látni, hanem azt, amit te szabadságnak, meg egy kort, nem tudom, lehetőségnek gondolsz. És én igenis azt gondolom, persze, hogy aki ebbe a szabadságba bele tud korcsolni, az irigylésre méltó. Jó, így elfogadom. Mondok hozzá gyorsan költői példát, hogy a kiegyezési szándékomat mutassam. Szülni nagyon fájdalmas dolog. De egy nő nem erre koncentrál, nagyon kevés, aki erre koncentrál, arra koncentrál, hogy egy csoda történt vele, és született egy csodálatos gyereke. Pedig hát fáj, és utólag a fáj, nem is emlékszünk rá, csak emlékszünk rá, hogy ott fáj, de a fájdalomra és akkor ugye az a kérdés, hogy én irigylem-e a szülő nőt, hogy képes egy gyereknek életet adni, irigylem. Azt az élményt, amikor túl van ezzel a fájdalmon, és a kezébe veszi, ami nekem soha nem adatott meg férfiként, és nem is adhat meg. Pontosan erről van egy jó hírem mindenki számára, a szabadság független a nemektől. Mindenki lehet szabad, mindenki mehet felszabadítani önmagát. És kortól és nemtől függetlenül. Az Európai Unióban férfiak is születnek. Na jó, akkor én most befejezésül felolvasom ezt a szöveget. Én indulati író vagyok, tehát mikor nagyon indulatba jövök, akkor előjön egy Gertrud belőlem, akkor levezet, és akkor tudok higgadtan gondolkodni. És egy bizonyos forponton 2018-ban, akkor is volt elég sok minden, ami miatt elgondolkozott az ember dolgokról. Reggel, hétvégén kinyitottam 9 óra 30 perckor a Facebookot, és egy zacskó betűtészta volt előttem egy képen, egy poszton. Biztos mindenki ismeri a betűtészta, a gyerekeknek szokták először, de ez rovásírás betűtészta, hogy valóban létező valami. És ugye? És akkor én így hirtelen, mikor így kortyoltam a kávé, és megláttam majdnem a billentyűzetet között ki a számban lévő kávé, de aztán végül inkább megkíméltem a billentyűzetet, és ez jött ki belőlem, ez az ihlet. A maradék száraz tésztát sepregette Pirike, az üzemtakarítója. Éppen Trianonon gondolkodott, élesen maradt szívébe. Hány jó magyar csatoltak el az anyaországtól?
mennyire szereti őket. Most nem jutott eszébe, mennyire dühösen szitta a szomszédból érkező vendégmunkásokat, az összes puccos házat elmaszekolták előle a románok. Ebben a témában sosem magyarként gondolt az erdélyekre. Azután a dicső múlton ábrándozott. Mi hős magyarok megvédtük Európát a töröktől. Elégedetten dolgozott, elképzelte magát, mint egri nő, amint forró levessel önti le a vár ostromlóit, egészen lelkes lett, hevesebben mozgatta a seprűjét, a betűtészt a gépsor alatt heverő, tészta szemét csak úgy ropogott. Pirike gondolat folyama megállíthatatlanul áramlott tovább. Árpád atyánkra gondolt, a szittya jó magyarokra, Európa fosztogatóira, nem kalandozó magyarjaira, így sokkal elegánsabb a történet. Látta maga előtt a vágtázó csapatokat. Az egyik lovas arcában azt a fekete jackis kopaszt vélte felfedezni, aki a haverjaival a kocsmában olyan szépen elküldte orsós Jennifert a kurva anyjába. Ebben a kocsmában ugyanis nem szolgálták ki a koszos cigányokat. A tulaj csendre intette őket. Ő jöhet, ő takarító. Magában drukkolt, nehogy úgy beszóljanak neki, hogy elmenjen. Azt a mocskot, amit egy-egy este csinálnak leginkább a WC környékén, hát ahhoz magyar ember, mert nincs gyomra összetakarítani. Pirike mosolygott, mert neki sikerült a tésztagyári állást megcsípnie. Ez jó, tiszta hely, és mindig tud haza is vinni, néha el is ad abból, amit összeseper. Míg így mélázott munka közben, egy kupac ült össze a földön. Fogta a lapátot és lehajolt. De megállt a kezében a lapát. A töredezett darabok pont olyanok voltak, mint azok a klikszkrakszok, amiket néhány nagyon magyar helyen látott az olvasható írás alatt. Szerencsére főnöke pont jött az irodából. Mindig későn megy az adminisztráció miatt. Pirike odahívta megmutatni ezt a csodát. Bélának azonnal remek ötlete támadt. Meghagyta, hogy ezután törött betűtésztát senki nem dobhatja ki. Adott 5000 forint prémium Pirikének, és elengedte haza, ha már a mosdókkal is végzett. Azonnal intézkedni kezdett. Egy hét múlva elkészültek a zacskók, az új terméket dobott a piacra. Rengeteget keresett vele. Vásározott fontos magyarság tudatot erősítő eseményeken, mint pörköltfesztiválok, meg kolbásztöltő versenyek. Pirike pedig az üzen takarítója, sepregetett tovább. Valahogy így születhetett a rovási elteni tészta. Jó, legyen a humorérzék, nem tudom, segítség vagy az irónia fegyver, bár hát mit ér a kritika fegyvere. Akkor én befejezésül felolvasnám azért ezt a szöveget, mert úgy gondolom, hogy a kérdésre változatlanul nincs válaszunk, sem irigylésre méltó, sem kevésbé irigylésre méltó, és nagyon kell még ezen dolgoznunk, hogy ez megváltozzon, és én a magam részéről nem tudom, hogy mitől és hogyan fog. Tegyük fel, hogy egy őrült magához ragadja a hatalmat országunkban. Megváltoztatja a törvényeket, saját embereit ülteti a kulcspozíciókba, holnaptól itt minden önkényes döntéseitől függ. Tegyük fel, hogy erről szinte senki nem értesül országunkban. Sokan egyáltalán nem hallgatnak híreket, a maradék többsége kétharmad. Hamisított információkhoz jut, de a kisebbség tájékoztatását is gyakran elfogult, indulatos csatornák végzik, így hazugságnak tűnik a valóság. A polgárok pedig élik hétköznapi életüket, keveset sejtve a közelgő katasztrófáról. Tegyük fel, nem értjük, mi folyik országunkban. Értelmes, tájékozott emberként gondolunk magunkra, de nem látjuk az összefüggéseket, vagy csak nem akarjuk elhinni, hogy a vezér ilyen megáltalkodik. Talán személyes sérelmeink, frusztrációink, indulataink torzítják a látásmódunkat, hisszük, amit hiszünk. Tegyük fel, hogy az őrült sem érti, mi folyik országunkban. Valóságérzékelését beteges víziói bénítják, híveit számtalannak, ellenségeit hétszegő árulók jelentéktelen csoportjaként látja, bizalmasan hízelegve félrevezetik, perverz álomvilágban él. Tegyük fel, hogy mi mégis felvilágosulunk, felfogjuk, mi történik országunkban. Mit teszünk? Felismerve a történelmi szükségszerűséget beállunk a békemenetbe?
Kép mutatunk hasznot húzva törleszkedésből? Vagy úgy teszünk, mintha kívülállók lennénk országunkban? Felülemelkedők, akik elhatárolódhatnak a gusztustalan pártpolitikától, és távolról figyeljük, hogy az őrült játszik? Gondolattalan apátiába süllyedünk? Természetellenesen irtózva közös dolgainktól? Talán visszahúzódunk, és megkezdjük a felkészülést a forradalomra? Kérdőjel, felkiáltójel, pontok. Tegyük fel a bolond uralkodó hadat üzen a külvilágnak. Bevonulunk katonának, büszke honvédként felsorakozunk az elmebeteg parancsnok mögött. Feláldozzuk életünket egy elmebeteg téveszméjért, egy szűk csoport érdekeiért. Tegyük fel, az őrült a végsőkig feszíti a húrt, összeomlik a rend az országunkban. Elégedetten bólogatunk majd. Látható volt előre? Is épültünk tőle, és nagyon remélem, hogy legközelebb folytathatjuk a 19. évvel. Jó éjszakát!
Köszönöm. Köszönöm. És volt fény.